Nagy változásokat hozott a Fed jegybanki jegyzőkönyve tegnap este. Egyrészt már nem az a kérdés, hogy mikor fogják megváltoztatni az alapkamatot, hanem hogy mit tesznek ezzel az óriásira duzzadt jegybanki mérlegfőszöggel, amivel pillanatnyilag a Fednek meg kell küzdenie. Úgy látszik, hogy az államkötvényvásárlásokat fogják visszaszorítani, és nem az MBS jelzálogpiaci hitellevelek piacán fognak operálni. Az is nagyon fontos, hogy a munkaerőpiac sokkal jobb állapotban van, mint korábban gondolták, és az inflációs kockázatok is változnak. Janet Yellen péntek délután arról fog beszélni valószínűleg a Jackson Hole-i konferencián, hogy mikor várható az első kamatemelés, és ennek milyen hatásai lesznek. Annyi bizonyos, a dollár azóta folyamatosan erősödik.